Nagyon sokan egyoldalúan és tévesen gondolkodnak a Győri Hittudományi Főiskoláról, meg vannak győződve arról, hogy itt kizárólag kispapoknak a képzése történik, és kevesen tudják csak azt, hogy a hallgatóink nagy része most már világi, sőt hölgy, tehát másoknak is bejárása van az intézménybe. Természetesen a legfontosabb profilunknak most is a kispapoknak a képzését tartjuk, de amellett még a világi hallgatóinknak is többféle képzést tudunk felajánlani. Ilyen például a katekéta lelkipásztori munkatárs képzés, amelyet 6 fél éves BIA képzés, vagy pedig a 10 fél éves hittanár, nevelőtanár osztatlan képzés. Ez 10 fél éves képzés, és talán sokan megijednek ettől, de szeretném jelezni, hogy aki például pedagógus végzettséggel rendelkezik, annak ugye a pedagógus tárgyaiból sok mindent el tudunk fogadni, és jelentősen lerövidíthetik a tanulmányaikat, akár 4 vagy 5 fél év alatt is megszerezhetik a diplomát. Egy újdonság, hogy lehetőség van most már világiaknak is arra, hogy teológus képesítést nyerjenek. Ez azt jelenti, hogy akik erre vállalkoznak, azok tulajdonképpen a kispapokkal együtt tanulják a legmagasabb szinten a teológiát, csak a kifejezetten lelkipásztori vonatkozású tárgyakat nem kell nekik tanulniuk. A kispapok képzése 12 fél év, ezért az ő tanulmányi idejük csak 10 fél év. Ez még szintén nincs benne a köztudatban. Egyébként a legtöbb teológiai főiskolán vagy egyetemen ez így szokott zajlani, de nálunk ez még újdonság, úgyhogy ha valaki nagyon komolyan érdeklődik a hitbeli dolgok iránt, akkor erre is jelentkezhet. Néhány évvel ezelőtt vezettük be a római katolikus kántor képzést. Ez a Dunántúlon teljesen egyedülálló képzés, Vácon, ha jól tudom, hasonló. Ez azt jelenti, hogy 6 fél év alatt kántor alapszakos, római katolikus kántor alapszakos végzettséget szerezhetnek. Én azt hiszem, hogy amilyen szükség van jó papokra és jó hitoktatókra, legalább olyan szükség van jó kántorokra is. Szeretnénk ennek a régiónak a kántori, a liturgikus zenei szolgálati színvonalát ezáltal is emelni. Milyen kapcsolatuk van Szombathelyen, a Szombathelyi Főiskolában? A Győri Hittudományi Főiskola 2 telephelyen működik, az egyik a győri, a másik pedig a szombathelyi. Szombathelyen tulajdonképpen ugyanazokat a szakokat végezhetik a hallgatók, mint nálunk. Rövidesen a kántorképzés is várhatóan beindul. Viszont ott még, ha lehet ezt mondanom, egy picit gazdagabb a kínálatunk, ugyanis éppen tavaly írtam alá egy együttműködési szerződést az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorával. Ugye a szombathelyi a Szavária Egyetemi Központ most az ELTE-hez tartozik, és gyakorlatilag minden világi tanári szakot párhuzamban fel lehet venni a mi hittanár, nevelőtanár szakunkkal. Ez azt jelenti, hogy szabadon párosíthatják akár az élőnyelv, a magyar, a biológia, a testnevelés, az ének és szinte minden szakkal. Úgy néz ki, hogy a pedagógiai tárgyakat és a másik szakot a Szavária Egyetemi Központban tanítják, a hitbeli tárgyakat pedig a főiskolánkon. A hallgatók nálunk vannak állományban véve, és gyakorlatilag így egy nagyon széles paletta az, ami a hallgatók elé tárulhat, hiszen bármivel párhuzamban hallgathatják. Milyen a kapcsolat a Pápai Lateráni Egyetemmel? 1999-ben született meg az a döntés, és azóta van ez a lehetőségünk, hogy a Győri Tudományi Főiskola a Lateráni Egyetemmel, egyetemhez affiliált intézmény. Ez azt jelenti, hogy az itt végző teológus hallgatók a tanulmányaik végén bakkalaureátusi vizsgát tehetnek, erről oklevelet kapnak. Ez az esetleges továbbtanulásuknál a világ bármely táján előnyt jelent, hiszen tovább mehethetnek a licencia, vagy pedig a doktori fokozat megszerzésére. Civilek számára ezek hétvégi alkalmak, ugye? A hallgatóink nagy része a levelező képzésben vesz részt, de van lehetőség arra is, hogy nappali
képzésben oktassuk őket. Ez általában attól függ, hogy milyen létszámban jelentkeznek, tehát hogyha megfelelő létszámú jelentkezés, akkor tudunk Szombathelyen és így Győrben és világi nappali képzést is indítani a világi hallgatók számára. Idén még lehet jelentkezni a jövő évi képzésekre? Mivel mi egyházi fenntartású intézmény vagyunk, ezért nem az világi állami fenntartású intézményekre vonatkozó felvételi rendszerhez csatlakozunk, hanem saját külön eljárású felvételi rendszerünk van. Máshol már le kellett adni a jelentkezéseket, nálunk azonban május 31-e a határidő, tehát aki még gondolkodik és szívesen végezne ilyen szakokat, még bőven tudjuk fogadni a jelentkezésüket, szeretettel várunk mindenkit.